Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Gazdasági növekedés, adócsökkentést és érdekegyeztetést sürgetnek a vállalkozók. Pályaorientációs nap, öreg diákok adtak ízelítőt az egyetemi képzésekből a Tolnai Gimnáziumban. Tele van a melegedő, több hajléktalan érkezik a szállóra a hideg miatt. Mikulás kupa, 8 foci csapat küzdött meg a trófeáért. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A kormány és a vállalkozások közötti további párbeszédre és a közterhek csökkentésére van szükség ahhoz, hogy a magyar gazdaság továbbra is az uniós átlag felett tudjon növekedni. Erről beszélt Varga Mihály pénzügyminiszter a VOSZ által 21. alkalommal megrendezett vállalkozók napján. A VOSZ Tolna megyei elnöke szerint a vállalkozások egyre erősebbek az országnak ezen a részén. A magyar gazdaság jó helyzetben van, ezt mutatja, hogy a fogyasztás és a megtakarítások is bővültek idén, amihez nélkülözhetetlen volt a kormány támogató politikája. Erről beszélt a 21. vállalkozók napján a VOSZ elnöke. Tolnai Tibor kiemelte, hogy a vállalkozók és a kormány munkájának eredményeként csökkent az adminisztráció és mérséklődtek a közterhek. A VOSZ elnöke szerint a hazai vállalkozások versenyképességének növeléséhez viszont a kormány és az ágazat szereplőinek további együttműködésére van szükség. Azokat a célokat, amik a vállalkozók számára is fontosak, hogy elérjük adott esetben az Európai Uniós átlagbérek szintjét, minimálbéreket emelni tudjuk. Ehhez stabilan működő KKV-szektorra van szükség. A vállalkozók napján Varga Mihály pénzügyminiszter arról beszélt, hogy a magyar gazdaság évek óta kiegyensúlyozottan teljesít, az ország idei 5%-os GDP növekedése pedig az egyik legmagasabb az Unióban. A pénzügyminiszter szerint is a vállalkozók és a kormány közötti további párbeszédre, adócsökkentésre és az adminisztrációs terhek mérséklésére van szükség, ahhoz, hogy az ország gazdasága tovább tudjon erősödni. További adócsökkentésre van szükség, az adóadminisztrációnak a csökkentésére szükség van arra, hogy olyan vállalkozásfejlesztési programok induljanak el, amelyek a munkavállalók képzésén keresztül segítenek a vállalkozásoknak. Úgyhogy dolgoznunk kell tovább, a munka még nincs befejezve. A VOSZ Tolna megyei elnöke szerint a vállalkozások egyre erősebbek az országnak ezen a részén, és közülük sokan már régóta készülnek a paksi atomerőmű bővítésére. Évről évre fejlődnek a vállalkozások, nő az adóbefizetés is, ami úgy gondolom, hogy a kormánynak is fontos. Ugye nálunk fog épülni a Paks 2, tehát ez egy olyan nagy beruházás, amire már most készülnek a vállalkozások, és nagyon sokan próbálnak oda bejutni, hiszen azért ez hosszú távon egy nagyon jó bevételhez juttathatja őket. A VOSZ megyei tagszervezetei, illetve további érdekvédelmi szervezetek előterjesztése alapján idén az év vállalkozói díjakat Tolna megyében 4-en vehették át. Egy év alatt 44%-ra emelkedett azoknak az aránya, akik rendelkeznek valamilyen pénzpiaci megtakarítással, derül ki egy banki kutatásból. Az eredmény 3%-os növekedés az előző időszakhoz képest, viszont ezzel párhuzamosan folyamatosan csökken azoknak a száma, akik legalább 5 évre terveznek. A kutatás adataiból az látszik, hogy a legtöbben váratlan helyzetre gyűjtenek és tartanak otthon készpénzt, de sokan vannak, akik szerint túl kicsi a rendelkezésükre álló összeg ahhoz, hogy befektessék. Pályaorientációs napot tartottak a Tolnai Szent István Katolikus Gimnáziumban. A gyerekek megtudhatták, mivel foglalkozik egy pszichológus, hogyan válhat valaki háziorvossá, mit is csinál egy röntgenasszisztens. Az előadásokat a gimnázium öreg diákjai tartották. Az iskola így kívánja segíteni diákjait a tovább tanulásban. A különböző agyműködésekkel, nem tudom, epilepszia vizsgálat, alvás. Megtelt a Tolnai Gimnázium könyvtára, olyan sok tanulót érdekelt a pszichológus szakma. Köztük volt Vas Viola is. Elmesélte, hogy milyen az élet az egyetemen, hogy kiknek ajánlja a pszichológia szakot, mik szükségesek a felvételihez, milyen fakultációkat érdemes felvenni. Steinbach Gergő, a Balassa János Kórház sürgősségi osztályának rezidens orvosa, pedig az orvosi hivatásról tartott előadást. Elmondtam, hogy szakmailag, emberileg és anyagilag is jól járnak, hogyha az orvoslást választják.
Már dolgozó orvos, radiográfus, karriertanácsadó, valamint gyógytornásznak, pszichológusnak, közgazdásznak tanuló szakemberek tartottak előadást a Tolnai Gimnáziumban. Egy valami közös bennük, mindannyian egykor ebben az iskolában érettségiztek. A különböző szakmák képviselői most azért érkeztek egykori iskolájukba, hogy a képzésekről, valamint a munkáról releváns információkat adjanak át a pályaválasztás előtt álló diákoknak. A gimnázium igazgatója azt mondja, nagyon motiválja a tanulókat, ha egy volt diákat betekintést a munkavilágába, vagy éppen az adott képzésbe, mivel egy nyelvet beszélnek. A hatosztályosban 7-től 8-tól találkozhatnak olyan volt diákokkal, akik jelenleg valamilyen egyetemen, főiskolán tanulnak, vagy éppen végeztek és már dolgoznak, akkor azért nagyon hasznos információkat tudnak kapni arról, hogy hogyan is érdemes választani, mire érdemes figyelni, és bizony nem egyszer volt arra példa, hogy éppen ezeken a napokon sikerül rátalálni valamilyen hivatásra, valamilyen foglalkozásra. Az iskola célja az, hogy mindenkit alaposan felkészítsenek a sikeres közép, illetve emelt szintű érettségére, és arra, hogy a választott pályáján sikerrel vegye az akadályokat. 11 baleset történt a hétvégén Tolna megyében, ezek közül 2 volt súlyos, a balesetekben 3 megsérültek. Hőgyész és Dombovár között egy autós az egyik kanyarban a szalagkorlátnak ütközött, majd az árokba borult, a baleset során a jármű vezetője súlyosan sérült. Egy másik baleset Szakcsi és Kocsola között történt, a sofőr itt letért az útról, az árokba hajtott, ahol egy fának ütközött. A jármű vezetőjén túl a gyermekülésben utazó utas is súlyosan sérült. November 1-től téli üzemmódban fogadják és látják el a hajléktalanokat Szekszárdon. Ez azt jelenti, ha kell, akár a melegedőben is alhatnak a rászorulók. Az éjszakai fagy és az elmúlt napok hideg időjárása miatt a szociális munkások többet járják az utcákat. Igyekeznek rábírni a fedél nélküli embereket, hogy a szállón töltsék az éjszakát. November 1-e, vagyis a hivatalos téli időszak óta teltházzal működik a szekszárdi hajléktalan szálló és nappali melegedő. Ez azt jelenti, hogy 20 férfinak tudnak helyet adni éjszakára, a női részlegen pedig 5 főt tudnak elszállásolni. A nappali melegedő 50 fős, de plusz 12 embernek alakítanak ki szállást, hogyha igény mutatkozik rá, mondja Szűcs László, a szekszárdi hajléktalan szálló vezetője. Hogy a napok nagy része azért teltházon működik, de matracokon a hölgyeket lesz, amit egy-két hölgy alszik. Tehát férfiak nem alszanak matracon. Elég a rendes állami normatívával fedezett férőhely számunk. A következő napokban ismét fagyosak lehetnek az éjszakák és a hajnalok Szekszárdon az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint. Ezért még gyakrabban járják a szociális munkások az utcákat, és igyekeznek meggyőzni a fedél nélküli embereket arról, hogy a hidegben jöjjenek be a szállóra. Ott kaphatnak színvonalas ellátást, de takarókkal, meleg ruhákkal is ellátják őket, mondja a szálló vezetője. Keresjük az ügyfeleket, ellátjuk őket téli felszereléssel, meleg ruhával, takaróval és egyéb felszereléssel. Gondolok itt ilyen, hogy gyertya például, amivel az ilyen kis pincékben, tanyákban, bódikban lakók, vagy akár sátorban lakók tudnak világítani, sőt, egy kicsi meleget is ad. A szekszárdi hajléktalan szállónak egyelőre nincsenek kapacitási problémái. Szűcs László úgy látja, ez a tél további részében sem nagyon fog változni, mert úgy tapasztalja, 20-30%-kal kevesebb hajléktalan ember él Szekszárdon. Ennek az az egyik oka szerinte, hogy jóval több a munkalehetőség, többen el tudtak helyezkedni. Jelentős támogatás érkezett a bátaszéki önkormányzathoz az idei karácsonyt megelőzően. Helyi vállalkozások több mint 2 millió forinttal segítik a rászorulókat. A város elkülönített számlát nyitott a további támogatások kezelésére. Néhány vállalkozás megkereste az önkormányzatot is egy komolyabb összeggel, nevezetesen 2 millió forinttal kívánná támogatni ezt a kezdeményezést. Az önkormányzat minden esztendőben szervezője bátaszéken az adománygyűjtési akcióknak. Az idei jelentősebb támogatás hatására külön számlát kellett nyitni az adományok fogadására. A jótékonysági akciót a gondozási központ szervezi. Jelen pillanatban az élelmiszerosztásban 170 család van a mi látókörünkben, akiknél úgy gondoljuk, hogy
rászorulnak erre a segítségre, illetve a gyermekjóléti szolgáltatásnál pedig 150 gyermek az, akinek karácsonykor ajándékot fogunk osztani. Az adományokat még a héten várja a gondozási központ. Ha valakinek van még a látókörébe olyan, akinek adományra van szüksége, várják a központnál a jelentkezést. A most érkezett jelentős hozzájárulást nem egyszerre költik majd el. A tervek szerint az eddigiekkel ellentétben húsvétre is tud majd szervezni akciót a város. Adventi ablaknyitogató címmel ismét rendezvényekkel várják a Tolnai Kulturális Központba és a Városi Könyvtárba az érdeklődő családokat, színházi előadásokkal, karácsonyi kézműves foglalkozásokkal, koncertekkel lehet az ünnepekre hangolódni. A legkisebbek és szüleik a Süni Zene Mikulás című előadáson vehettek részt, a zenebölcsis foglalkozáson karácsonyi és télapóval kapcsolatos énekeket tanulhattak a gyerekek, majd egy interaktív bábszínházi előadáson vehettek részt, amelynek a címe Mikulás kesztyűje volt. Amikor megjön a főszereplő, a Mikulás bácsi, akkor vele együtt táncolunk, mondókázunk, körbejárjuk, amikor hangszerezünk, akkor ő gyűjti be a hangszereket, amikor labdázunk, akkor ő gyűjti be a labdákat, és ezzel a távolság csökkentésével és hosszabbításával, ezzel a mozgással úgy megbarátkoznak a Mikulással, és akkor már talán nem lesz gond, amikor odaadja az ajándékokat. A Nagy Családos Egyesület tagjai is megtartották Mikulás ünnepségüket a könyvtárban Tolnán. A program részeként előbb a gyerekek adták elő a nagyszakállúnak begyakorolt verseiket és zeneszámaikat, majd a Mikulás csomagok kiosztása következett. Tolnán már évek óta hagyomány, hogy a helyi nagycsaládosok édességcsomaggal lepik meg a legfiatalabb tagjaikat december 6-a alkalmából. 83 csomagot készítettünk, 83 csomagot osztott ki a nagyszakállú. Hát a nagyobbak már nem igényelnek nagyon, nekik már úgymond ciki kijönni a Mikuláshoz, de hála Isten, tehát annyi gyerekünk volt, hogy majdnem 100 csomaggal készültünk a mai estére. 9. alkalommal rendezték meg a Mikulás kupát a Szekszárdi Városi Sportcsarnokban. 8 patinás klub, köztük a Ferencváros U16-os foci csapata küzdött meg a trófeáért, illetve a dobogós helyezésekért. U16-os kispályás nyújtott kapus teremtornán az említett korosztály elitje érkezik meg minden évben Szekszárda a Mikulás kupára. A Ferencváros az idén 2 csapattal jött, hogy megmérkőzhessen Dél-Dunántúl legpatinásabb NB1-es klubjainak korosztályos csapataival, így például a Pécsi MFC-vel, a Kaposvári Rákócival, a Paksi SE-vel. Az U16-os csapattal jöttünk, ugye ezt vettük 2 felé, egy zöld és egy fehér csapat. Szereplünk itt ezen a tornán, úgyhogy mondhatni ez a legjobb U16-os csapatunk, mindenki, aki egészséges volt, kiemelt bajnokságban szerepel, azt elhoztuk és játszhatjuk. A teremben nem feltétlenül képeződnek le a nagypályás erőviszonyok, ám a Fradi zöldjelű csapata mind az 5 meccsét megnyerve a tavalyihoz hasonlóan győzedelmeskedett a Mikulás kupán. Derekasson helyét állt ebben az erős mezőnyben a Szekszárdi UFC, amely 2 győzelemmel, 2 vereséggel eljutott a bronzmeccsig, és azon a Kaposvári Bene Ferenc Akadémiát egy izgalmas mérkőzésen 4-3-ra legyőzve az előkelő 3. helyen végzett Koch László által irányított szekszárdi csapat. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradó. Túlárazott ügyvédi szerződésekre bukkantak, a pécsi cégeknél vizsgálódtak a jogászok. 21 éves rekord dőlt meg, 1.300.000-en utaztak csak komppal idén a Balatonon. Tűzoltó Mikulás a beteg gyerekeknél, 10 éve öltenek jelmezt a siófoki lánglovagok. December 15-i határidővel több olyan ügyvédi szerződést is fel fog mondani a pécsi városvezetés, amelyet még az előző önkormányzati ciklusban kötött az előző vezetés és a városi cégek ügyvédi irodákkal jogi szolgáltatásokra, és amelyek a mostani vezetés átvilágítása szerint túlárazottak voltak. A jövőben csak óradíj alapú szerződéseket kötnek majd. Az átvilágítás eredményére közleményben reagált a pécsi Fidesz frakció.
újabb állomásához érkezett Pécs új polgármesterének átvilágítási programja jelentették be péntek délelőtt a Városházán. Az önkormányzati cégek által igénybe vett jogi szolgáltatásokért fizetett számlákat nézték át. Meghaladja az 1,3 milliárd forintot az az összeg, amit az elmúlt ciklusban az önkormányzat és az önkormányzat gazdálkodó szervezetei jogi szolgáltatásokkal, konkrétan ügyvédi munkadíjakra fizettek ki. Azonban a vizsgálódó jogászok szerint a nyújtott szolgáltatás és az ár között nincs arányosság. Mi álláspontunk szerint körülbelül egyharmaddal túl vannak árazva ezek a jogi szolgáltatási szerződések. A Biokom 217 milliót, a vagyonhasznosító 160 milliót, a Tüke busz szintén 160 milliót fizetett ki ügyvédi díjakra az elmúlt ciklusban. Bodnár Imre megnevezte azokat az ügyvédeket is, akik ezekhez a cégekhez és a korábbi városvezetéshez köthetők, és fizettek nekik. Az így föltárt, idézőjelben pénzcsapoknak nevezett ügyleteket december 15-i hatállyal fel fogom mondatni. Tehát minden intézmény, minden cég, önkormányzati tulajdonú cég, ahol az átvilágítás eredményeképpen azt találtuk, hogy tehát 30%-os túlárazásban részesültek, az ebben érintett gyakorlatilag szinte összes ügyvédi megbízás, tanácsadási megbízás felmondásra fog kerülni. A jövőben csak elvégzett munka után jár díjazás, nem lesznek általánydíjas megbízások, nem lesznek fix havi díjak 10, 20, 30, 40 millió forinttal, tette hozzá a polgármester. Mostantól kizárólag óradíj alapú megbízásokat, határozatlan időtartamú szerződéseket köt az önkormányzat, a cégei és intézményei. Mivel az ügyvédi tevékenység bizalmi viszonyon alapul, a jövőben csak 30 napos felmondási idővel köttetnek ilyen szerződések. Ezeket az intézkedéseket hozza meg a városvezetés az átvilágítás után, zárta Péterfi Attila. Reagált a vádakra a pécsi Fidesz frakció. Mint írták, a városi vagyon működtetéséhez, a több elnyert pályázat kezeléséhez speciális jogi szakértelem kell. Ennek ellenére az elmúlt ciklusban az önkormányzati cégei működési költségeinek arányait tekintve rendkívül kis részét fordította jogi szakember igénybevételére, olvasható a Fidesz frakció reagálásában. 2 milliómodik utasát köszöntötte a Balatoni Hajózási ZRT a Baross Gábor komfedélzetén. Sikeres évet zárt a társaság. A kompon szállított utasok száma idén meghaladja az 1.300.000 főt. Erre utoljára 21 éve volt példa. A nyár folyamán hasonlóképpen itt álltunk a komfedélzetén. Akkor még az 1 milliómodik utasát köszöntöttük a társaságnak, és ma egy újabb jelentős esemény, hiszen ma érte el az utasforgalmunk, a személyhajózás és a kompközlekedés vonatkozásában együttesen a 2 milliós határt. Tavalyi évhez hasonlóan idén is elérte a 2 milliós utasszámot a személyhajó és kompszolgáltatás együttesen. Pénteken a Baross Gábor kompfedélzetén köszöntötték a nyerteseket. Attila és Gábor rendszeresen utazik komppal. Mint mondták, ezt a járatot sietve érték el. A munkánk miatt használjuk a kompot, mert nagyon sok balatoni fejlesztéssel foglalkozunk a kollégámmal itt a különböző vizitúra megállóhelyeket csináljuk a Magyar Kajakkenu Szövetségnek a kötelékében, úgyhogy most éppen Zamardiba voltunk megnézni a beruházást, és megyünk Révfülöpre egy műszaki átadóra. Tavaly 1.274.000 utassal zárta az évet a balatoni kompközlekedés, idén ezt a számot is sikerült felülmúlni. Minden évben azt mondjuk, hogy már elérjük az utasforgalomnak a maximumát, aztán az év végén, december közelettével meg kell állapítanunk, hogy újabb rekordot döntünk. Nincs ez másképp az idei évben sem, hiszen néhány napon belül már az 1.300.000 utast is meghaladja az idejében az utasforgalmunk. Utoljára 21 évvel ezelőtt, 1998-ban volt ilyen magas az utasforgalom. A december elejé adatok szerint 2,2%-kal, vagyis 28.000 fővel több utast, 3,3%-kal, azaz 13.000 darabbal több járművet, és 6,7%-kal, mintegy 5.300 darabbal több kerékpárt szállítottak a kompok Szántódrév és Tihanyrév között a tavalyi év hasonló időszakához képest.
A kompok jelenleg a téli menetrend szerint közlekednek, Szántódrévből 7 és 17 óra között, Tihanyrévből pedig reggel 4-8 és este 4-6 között óránként indulnak. Kalandregényt írtak történelméből, új zászlót avattak tiszteletére és egész éven át ünnepelték. A legrégebbi írásos feljegyzések szerint Alsó Mocsoládot 725 évvel ezelőtt alapították, ezt a jubileumot ünnepelték 2019-ben a helyiek, december 6-án pedig egy nagyszabású záróeseményt rendezett az önkormányzat. 2019-ben ünnepli Alsó Mocsolád alapításának 725. évfordulóját. Az önkormányzat egy egész éven át tartó programsorozat keretében számos alkalommal megemlékezett a jubileumról. Az első írásos feljegyzések a településről december 6-ára datálhatóak, így ezen a napon tartották az ünnepi év záró eseményét. Minden család kap egy könyvet, ami Alsó Mocsoládról szól, Alsó Mocsolád története regénybe foglalva gyakorlatilag, és az Alsó Mocsoládért alapítványtól pedig minden egyes család kap egy nagyon-nagyon-nagyon szép táblát, amin a ház számát tükrözi, és ki tudja tenni mindenki a saját házára. A Somo család 725 éves történelmét különleges módon foglalták össze. A polgármester felkérte Szélesi Sándort, hogy egy kalandregény formájában hozza közelebb az érdeklődőkhöz a település történetét. Az író több tucat könyv alapján, melyekben történelmi tényeket örökítettek meg, készítette el kötetét. Kikit jelentett fel a betyárok hogyan és kiket raboltak ki, és hogyan kergették meg a falusiak őket. Tehát nagyon sok mindent meg lehet találni a könyvekben, de valahol az egésznek életíze akkor lesz, hogyha ezeket a helyeket az író bejárja, akkor tudja átadni az olvasónak azt a kalandot, amit ő maga is érez ezeknek a helyeknek a láttán. A jubileumi évhez kapcsolódva Időfutár címmel havonta megjelent egy-egy kiadvány is. Az egyes cikkekben az elmúlt 725 év alatt történteket foglalta össze Illés Judit. Az akkori történéseket mutatja be, meg az adott korszak érdekességeit. Egyrészt, amik Alsó-Mocsoládon történtek, másrészt Európában, Magyarországon éppen mit történtek, tehát történelmi jellegű, ezen kívül érdekességek vannak benne az adott korból. Az ünnepi év záró eseményén előadások és interaktív programok is várták az érdeklődőket. A résztvevőket ajándékokkal is meglepték a szervezők. Nem mindennapi meglepetéssel kedveskedtek a Siófoki Kórház gyermekosztályán fekvő kis betegeknek a tűzoltók, akik már 10. alkalommal öltöztek be Mikulásnak. A télapó ezúttal is létrán érkezett a gyerekekhez. A csapat látogatása minden alkalommal óriási élmény a kicsik számára, akik ha csak kis időre is, de elfelejthetik fájdalmaikat. Most már kell szurkolni, számoljunk, jó? Háromra le fogok ugrani. Egy, kettő. Az idén is az ablakon mászott be a kosaras autóból a Mikulás a gyerekekhez, akik már nagyon várták. A kicsik a reggeli viziten tudták meg, hogy a kórházba is ellátogat a télapó. Hát annyira azért nem volt felajzva, de várta, amikor meghallotta, hogy ma jön a télapó ide a kórházba, akkor azt már nagyon várta, igen. A gyerekek versekkel, dalokkal köszöntötték a tűzoltó Mikulást, aki együtt énekelt velük. Ég a cipője, leng a szakálla. A siófoki katasztrófavédelem munkatársai fontosnak tartják, hogy ezt a hagyományt fenntartsák, és minden évben eljussanak a kórház kis betegeihez Mikulás napján. Kis csomagokat szerzünk be, ezekbe teszünk mindenféle édességet, kis harapnivalót, ami jobb kedvre derítheti az itt lévő gyerekeket. Kitty tegnap került be az osztályra tüdőgyulladással. Szerencsére már jobban van, de pár napig még itt kell maradnia anyukájával. A kislány azt is megmutatta, hogy hova kapja a gyógyszereket. Ez egy kis házikó, ahol beadják a gyógyszert. Igen, ahol beadják a gyógyszert, ez egy kis házikó. És ez azért van, hogy te gyorsan meggyógyuljál? Igen. És nem csak egy aprónyit. A kórház gyerekosztályán az idén szerencsére a Mikulás kevés beteggel találkozott. Az influenza szezon még ezután fog következni. Már azért a kisebb gyermekeknél, csecsemőknél látjuk a felső légúti tüneteket, ők gyakrabban kerülnek kórházba, az idősebb gyerkőcök pedig azért jobban tolerálnak, erősebb az immunrendszerük, és ők már csak esetleg a súlyos esetben fognak a kórházba kerülni. A gyerekeknél az ilyen örömteli, boldog percek mindenképpen segítik a gyógyulást, állítja a szakember.
Végül nézzük, miről szólt a híradó. Gazdasági növekedés, adócsökkentést és érdekegyeztetést sürgetnek a vállalkozók. Pályaorientációs nap, öreg diákok adtak ízelítőt az egyetemi képzésekből a Tolnai Gimnáziumban. Tele van a melegedő, több hajléktalan érkezik a szállóra a hideg miatt. Mikulás kupa, 8 foci csapat küzdött meg a trófeáért. Kedden erős északnyugati szél mellett csökken a felhőzet, és délután már naposra fordul az idő, számottevő eső nem hullik. A szél ellenére enyhe marad az idő, de a légmozgás csökkenti hőérzetünket, így a valósnál hidegebbnek érezzük a levegőt. Éjszaka derült lesz az ég. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Viszontlátásra!